Sziasztok, ez itt a Binding of Isaac Channel, és én a mai epizód. Mint láthatjátok, ez is egy ez meg az epizód lesz, a második a sorban. És ma a kártyákról lesz szó, mint ahogy azt a címből nyilván ti is kitaláltátok. Nem hinni, hogy nagyon sokat kell róluk magyarázni. Nyilván mindenki ismeri őket, de azért pusunk rajtuk végig gyorsan. Ugye kétféle kártya típus van. Vannak a tarot kártyák, ebből van a sokkal több. És vannak a playing cards-ok. Ebből 5 darabban összesen. Előbbinek ilyen barnás hátlapja van, míg utóbbinak piros. Így tudod, hogy mit veszel, illetve nem tudod, hogy mit veszel, de tudod, hogy milyen típusból, aztán meg az is kiderül, hogy pontosan mi az. Szóval kezdjük is a tarot kártyákkal. Az első, szerintem ez a nulla akar lenni, a The Fool. Ez azt csinálja, hogy beteleportál téged az a kezdőszobába, ahol kezdte a szintet. Többféle felhasználási módja is lehet, mint a szinte az összes teleport kártyának. Igazából leginkább arra jó, hogy Curse Room-okból, illetve Challenge Room-okból kiteleportál magad. Így életerőt, illetve időt spórolsz meg. És mondjuk még arra is jó, hogy a Depths 2 vagy Necropolisban, ha kiteleportáld magad a fájtól, akkor bizony megjelenhet az ördögszoba, ami normál esetben nem jelenhet meg. Úgyhogy sok esetben hasznos a full, de azért vannak nála jobb kártyánk is. A következő kártyánk a Magician. Ez az egyik legrosszabb kártya szerintem a játékban, semmi hasznát nem látom. Egy szoberre igaz Homebender effektjét, tehát a Homing Tears effektet kapod meg. Ezzel igazából sosem használom, amint megtalál egy olvastanom abban a szobában, hogy ne zavarjon be legkésőbb ebben a térképen. Hogyha látom, hogy valamit hagytam ott valamit a szobában, és nem emlékszem, hogy mi volt az, kiderül csak egy Magician, akkor csak bosszus lenne, úgyhogy inkább hamar eltolom, ugyanis semmi haszna nincsen. Következő kártyánk a High Priestess. Ahogy mire is jó ez? Arra, hogy anya lábát teleportál, illetve summonálja, jó magyarosan a szobába. Amiben, hogyha tartózkodik ellenfél, akkor őt fogja kitargetolni, ellenkező esetben viszont téged, és ha eltalál, bizony sebez is. Úgyhogy érdemes akkor eltolni, ha van valaki szobába, illetve mondjuk, ha sikerül elfutnod előle, akkor tinted drákokat is nagyon tud taposni, illetve curse, illetve akarom mondani, secret room-ot is ki tudja nyitni, hogyha úgy van, úgyhogy többféle felhasználási módja is lehet, és igen, komoly sebzést oszt le, hogyha rátapos az ellenfélre. Úgyhogy ez is a jobb kártyák közé tartozik. És van vele egy glitch is, egy kis bug, amit nem nagyon használtam még. De igyekszem majd bemutatni, hogyha lesz rá lehetőség. Hogyha miközben eltolod, akkor pont a megfelelő időben, amikor az árnyék megjelenik a képernyőn, pauzolod a game-et, akkor nem veszted el a kártyát, és anya ugyanúgy letapos és sebez, szóval végtelenség tudod használni a kártyát. Nem nagyon szoktam ezt használni, illetve soha nem használtam még. Elvileg elég nehéz ezt kivitelezni, főleg többször egymás után, de majd meglátjuk, hogy összejön-e. A következő epizódok valamelyikében ki fogom próbálni. Úgyhogy majd figyeljétek. A következő kártyánk a The Empress, mely hát egész egyszerűen a Horror of Babylon effektet rakja rád a adott szobára, viszont nagyobb sebzés bónuszt ad a Horror of Babylonnál. 3,3 alap damage-et növel, míg a Horror of Babylon aztán csak más felett, szóval majdnem, hogy kétszer annyi damage-et ad az Empress kártya a Horror of Babylonnál, viszont a movement speed up-ot is ugyanúgy megadja az adott szobára, tehát gyorsabban futsz. Szeretem ezt a kártyát, hát miért ne szeretném, damage bónusz egy szobára, igaz, mindig jól jön. Viszont a Devil kártya az jobb nála, több damage bónusz, amire mindjárt sor is kerül.
következő kártyánk a The Emperor, ami instant bedob a bosszúába, amint eltolod. Nagyon-nagyon hasznos kártya tud lenni, kihagyhatsz vele egy egész szintet, legfőképp olyat, amit nem szeretnél, nyilván végütnék katedrálisban ideális eltolni. Vagy akár a chessben, ahol a négy láda kinyitása után, és a négy item megtekintése, illetve felvétele után egybe mehetsz is neki Blue Babynek, ahogy tettem azt mondjuk legutóbb a Sámsonos körben, és ez mint is eredményezett. És valószínűleg Empress kártya, illetve Emperor kártya nélkül nem sikerült volna megnyerni azt a Sámsonos kört. Úgyhogy nagyon szeretem ezt a kártyát mellesleg. Ugyanarra használható, mint a Full, majd a Fightnál megjelenhet az Ördögszoba ennek a használatával. A következő kártyánk a The Hierophant, illetve The Hierophant. Na most ez a kedvenc kártyám, el kell mondjam a játékban, kedvenc tarot kártyám. Ami elég fura, mert van szán, meg van mindenféle. De egyszerűen, amikor meglátom, ez annyira megörülök, hogy lesz két Soul Heart. Nincs olyan eset, nincs olyan alkalom, amikor a két Soul Heart nem jön jól egy embernek. Nagyon szeretem ezt a kártyát, tényleg. És hát a legjobb kártyák között tartom ezáltal számon, úgyhogy meglátjátok, azonnal ugorjatok rá. Illetve hát nem láthatjátok, hogy mi az, de hogyha megszerzitek, akkor ne hagyjátok véletlenül sem ott a szinten. Én azt javaslom. Mondjuk arra is jó lehet, hogy csak piros szíved van, akkor tartalékolod a boss szobáig, és a boss szoba előtt eltolod, megszerzed két kék szívet, és mindjárt nagyobb esélyed van, hogy kihúzod a boss fight-ot, amikor piros szívet sebződnél, és így egy ördög, illetve angyalszobára lesz nagyobb esélye 35%-kal, mindezt a Hierophantnak köszönhetően, mindez nyilván csak akkor áll fenn, hogyha legalább egyszer eltalálnak a boss fight-on. De abban az esetben igen, a Hierophantnak köszönheted valószínűleg, hogyha devil szobát kapsz. Versus kártyánk a Lovers, ami ugyanúgy két szívet ad, csak nem kéket, hanem pirosat. Na ez már sokkal ritkábban jön jól. Mondjuk olyan szinten, ahol van Temperance, tulajdonképpen plusz pénznek fogható fel ez a kártya, meg azért néme esetben jól jön az a két piros szív. De azért közel sem szeretem annyira ezt a kártyát, mint a Hierophantot. A következő kártyánk a The Chariot, ami a My Little Unicorn effektet rakja rád 6 másodpercig, mert ugye sebezhetetlenség és még sebzést is leosztasz, hogyha hozzáérsz az ellenfélhez, és még 28% sebességnövekedést is ad ugye a My Little Unicorn, ezáltal a Chariot kártya is. Sok mindenre használható, nyilván a egy szobát tulajdonképpen ki tudsz takarítani nélkül, hogy megsérülnél biztosan. Ezen kívül vérbankra lehet használni, a Demon Beggarra, és akkor nem vesz le piros szívet, egyik sem, hogyha ezzel mész neki. Úgyhogy igen, ezt a kártyát is szeretem nagyon. Sok hasznos felhasználási lehetőség van Chariotnál. Következő kártyánk a Justice, mely 4 darab itemet rak le a földre, egy bombát, egy kulcsot, egy érmét és egy szívet. Na most ezek közül bármi lehet bármi. Úgy értem, hogy bombából megkapod a dupla bombát, érméből akár nickelt vagy dime-ot is, szívből pedig akár kéket is, és erre is érvényes a Mitre, illetve a Mom's Pearl effekt, tehát hogyha van Mitre, nagyobb esélye kapsz a Justice-ból kék szívet a többi cucc mellé, úgyhogy Justice is mindig jól jön, mint a Hierophant. Ezt is szeretem megkapni. Nincs olyan, szerintem, hogy ne lenne szükség egy kulcsra vagy bombára. Jól jön az, hogyha van, úgyhogy... És ezért kártya is azok közé tartozik, amit hogyha megkapsz, akkor biztosan nem kell otthagynod a szinten, mert hát nem lenne értelme eltold, aztán felhasználni kell belőle és kész. Következő kártyánk a Hermit, illetve Hermit, hát ez beteleportál téged a boltba. A boomtól kezdve pedig egy random teleport, mivel nincs már a szinten bolt. Ezzel spórolhatsz meg kulcsot,
Debs 2-ben, illetve Necropolisban, vagy Debs XLM-ben. Ördögszoba esélyed is lesz, ugyanúgy, mint a Fullnál, illetve Emperornál. Ez is jó kártya tulajdonképpen, jobban, mint a Full egyel, szerintem. De tulajdonképpen szerintem nincs benne egyértelműen a több top 5 legjobb kártya között. Következő kártyánk a Wheel of Fortune. Ez egy slot machine-t, vagy Fortune Teller machine-t spawnol le, hogyha eltolod. Na most ugye Wheel of Fortune sok mindenre lehet használni, ugyanúgy, mint a Portable Slot Machine-t. Például boss farmolhatsz vele, hogyha a boss szobában fekete kis legyet idézel le, és utána kimész és visszajössz. Ami plusz itemeket jelenthet, vagy hogyha mondjuk egy Super Secret Room-ba rakod le, olyanba, amiben Eternal Heart van, akkor minden egyes szív, amit nyersz, Eternal Heart lesz. Ezt sem igazán mutattam még be a videóim során, pedig ez is egy ismert bug, én is ismerem, csak nem nagyon szoktam használni, majd ezt is bemutatom egyszer. Majd szóljatok rám, hogyha úgy 4-5 epizódon belül nem látjátok, hogy mutassam be, hogy biztosan működik, mert működik, ez tény. Tulajdonképpen jó kártyának mondható, főleg, hogyha mondjuk egy Wombba kapsz egy ilyen kártyát, vagy akár a katedrálisban van rengeteg pénzed, és nem tudsz vele mit kezdeni, akkor igenis jól jöhet bármelyik a kettő közül, a slot machine is, vagy a fortune teller machine is. Meg ugye hát, ha sok pénzed van, akkor akár nem csak egy, hanem több plusz itemet is jelenthet a boss farmolás miatt ez a kártya, úgyhogy igen. Meg hát arról nem is beszélve, hogy chestben egy plusz item mindenképpen, mert ugye chestben minden egyes slot machine, illetve fortune teller machine, ha felrobban, akkor egy itemet hagy maga mögött. A következő kártyánk a strength, ami a Magic Mushroom effektjét rakja rád a szoba erejéig, ez egyik kedvenc kártyám ez is. Ugye a Magic Mushroom All-Star Cap egy igen komoly damage up-val és damage szorzóval, plusz extra életerővel, mert mindennel ugye az All-Star Cap erről szól, úgyhogy nagyon jó kártya. Jobbnak tartom, mint a Devilt, és jobbnak tartom, mint az Empress-t, ezt talán még így nem emeltem ki. Úgyhogy legalább ma is tanultunk valamit, és van értelme ennek a videónak. Na, választottuk a három közül, vagy kettő közül, vagy Empress, vagy Strength, vagy Devil, vagy Strength, akkor mindenképpen a Strength-et válasszátok. Legalábbis én ezt javaslom, ez csak egy javaslat, nyilván nem kell így játszanatok, ahogy én tanácsolom, de azért csinálom ezeket a videókat, hogy hasznos tanácsokat, hasznos tapasztalatokat osszak meg veletek, és tanácsokat adjak nektek. Ezt használjátok, hogyha lehet. Következő kártyánk a The Hanged Man, ami egy szuba erejéig repülést biztosít. Na most, ez a kártya nem tartozik a leghasznosabb kártyák közé. Ha repülni tudsz, akkor alapból teljesen haszontalan, tényleg, szóval megkapod, nyomd el egyből, aztán kész. Ne tartogasd. Igazából én legtöbbször arra használom, hogy a Curse Roomba, hogyha bemegyek, akkor ne sérüljek meg vele, hogyha nem tudok repülni. Vagy akár fölvetsz egy-két kulcsot, amit nem érnél el mondjuk csak repüléssel, ilyenekre tudom elképzelni. Mondjuk azzal a kulcssal meg be tudsz menni egy olyan item roomba, amiben egyébként nem tudnál, és csak úgy tudsz kulcsot szerezni, hogyha tudsz repülni egy szobába. Ilyenkor igenis hasznos lehet, de azért lássuk be, hogy nagyon extrém, nagyon speciális esetben lehet a Hangment effektíven használni. A következő kártyánk a Death, mert minden ellenfélre a szobában 60 damage-et oszt le, ami több, mint a Necronomicon és a Missing Page, és egy bug van ezzel is, amit láthattatok már, mert nem is gyakran, de jó párszor használtam már. Bemész egy challenge roomba, egy sima challenge roomba, kiítod a ládát mondjuk, ami van középen, hogy felszed az itemet, utána egy fél másodperce megnyomod az esket, megvárod, amíg három wave leidéződik egyszerre, hallani fogod, de ha nem egyszer, egymás után idéződnek le a pause képernyő alatt, de hallani fogod hogyha hanggal játszasz, hogy leidéződik a három wave, utána vissza a játékba, eltöröd a deszkártyát, és van egy ingyen challenge roomod, vagy például egy boss challenge roomba, hogyha Monstro van és Larry Junior, akkor Larry Junior-t egyből megöli, és akkor csak Monstroval kell küzdened,
így két boss helyett egy boss. Egy bosszon kell túljutnod ahhoz, hogy megkapd azt a tárgyat, ami volt a boss challenge roomban. Úgyhogy igen, ha, igenis hasznos a death kártya. Egy ingyen szoba tulajdonképpen. Hogyha nem challenge roomban használod el. Úgyhogy használjátok, hogyha tehetitek. Következő kártyák a Temperance, ami egy Blood Donation Machine-t rak le. Hát ezen nincs nagyon mit magyarázni szerintem. Némely esetben hasznos lehet, mondjuk, hogyha szeretnél Polaroid Invincibility-t, és nem szeretnéd végig csak fél piros szívvel lenni, és vagy kék szíveket bukni, és mondjuk van három piros szíved, akkor lerakod, és megoldható, hogy fél piros szíven maradj, és így megkapd a Polaroid Invincibility-t a Wombtól kezdve, de azért legtöbb esetben nem tartom a legjobb kárt, nem tartozik a legjobb kártyák közé egyértelműen. Úgyhogy ezt is esete válogatja, hogy mennyire hasznos. Mondjuk a Hierofánttal ellentétben, amit tulajdonképpen kijelentető bármi esetben jól jön. Nem kell külön speckó helyzet hozzá. Következő kártyánk a Devil, ami a Book of Belial effektet rakja azt rád, ami plusz két damage modifier, ami kevesebbnek tűnik, mint a három az Empress kártyától, de az base damage, ez meg az effective damage-et növeli kettővel, ami nem ugyanaz. Most bonyolult lenne elmagyarázni, hogy miért. Röviden a lényeg annyi, hogy minél több damage up-ot veszel föl, annál kevesebb effective damage-et adnak, ezért van az, hogy például ha fölveszed a Magic Mushroom, Polyphemus meg Sacred Heart-ot, akkor nem marsatolod mondjuk Isaac-et, pedig elvileg kéne. Hogyha összeadod a damage-eket, amiket adnak, és összeszorzod az összes szorzót, akkor a brutális damage-nek kéne kijönnie, hogy ilyen három lövésből kéne Isaac-et ölnöd, ezzel a három damage up-pal, pedig ez nyilván nincs így. Sima könnyekről beszélek. Van egy kis táblázata a platinumguard.co.uk oldalon, hogy hogy működik ez valójában. De a lényeg, hogy a Devil effektív plusz két damage up-ja, ez sokkal több mindig, mint a Empress Base Damage 3 plusza. És minél több damage-ed van, annál több a két effektív damage, mint a három base damage. Ez kicsit bonyolult a hangzik, lényeg, hogy a Devil jobb, mint az Empress, ahogy mondtam. És, hogyha megvan a Blood of the Martyr tárgyad, akkor ez még egy másfélszeres damage szorzó is a plusz két effektív damage up mellé, ugyanúgy, ahogy a Book of Belial, tehát sokkal erősebb, hogyha a Blood of Martyrod van. A Devil kártya is, meg a Book of Belial, és ezt lehet, hogy nem tudtátok. Ha igen, akkor ugorjátok ezt a részt, ha nem, akkor remélem, hogy tényleg most is egy hasznos infóval gazdagodtatok. Következő kártyánk The Tower, ami a top 3 legrosszabb kártya között benne van szerintem. 6 trollbombát rakja random helyekre a szobába. Igazából elég gyakran sebez meg téged, hát ez az anarchista szakácskönyv effektet adja neked tulajdonképpen. És néha jól jön azért, mondjuk secret roomot kinyitni, vagy egy ládát kirobbantani középről, az jó esettel, jó eséllyel összejöhet. De azért óvakodjatok, amikor elnyomjátok, hogy merre mentek, hogyha tudtok repülni, az ilyenkor is egy előny. Következő kártyánk The Stars, ami az item roomba spawnol be, és ugyanúgy, mint a Hermit, a Wombtól lefelé egy random teleportot biztosít. Ugyanazt az effektet, mint a teleport item, tehát nem dobhat be I am Error Room-ba sem, ez sem a Hermit a Wombtól kezdve, az csak és kizárólag a telepilz teheti meg. Nem kell tehát félni, hogy azt elnyomod a Starst mondjuk a chestben, akkor véget vet a meneteteknek azzal, hogy bedob téged az I am Error Room-ba. Ezzel a kártyával is ugyanúgy, mint a Hermittel, jó eséllyel meg tud spórolni egy kulcsot. Sőt, én jobban szeretem ezt, mint a Hermitet, mert item roomra mindig szükség van, boltra meg azért nem mindig, mondjuk nincs pénzed, vagy tudod, hogy greed van benne.
akkor a hörmittel mondjuk te mész, és ha mondjuk az előbbi eset áll fent, tehát nincs pénzed, és ott van a habit, és tudod, hogy csak egyszer van benne az item poolban, akkor foghatod a fejedet, hogy arra a menetre már biztosan nem fogod megkapni, vagy a camp, hát a campus azért nem jó példa, mert az mondjuk kétszer van benne, úgyhogy maradok az első példámnál a habitnél. Szóval a Stars az jobb, mint a Hermit szerintem. A következő kártyámra The Moon, ami a Secret Room-ot rak be. Ez ugye minden szinten van, úgyhogy úttól kezdve is a Secret Room-ba fog berakni. Az előbb a Starsnál nem mondtam el, hogy anyánál nyilván használható a ördögszoba miatt. Ugyanúgy ez is. És ez is szerintem mindig jól jön. Még akkor is, hogy tudod, hogy jól van a Secret Room mondjuk egy mappel. Mert akkor bombát spórolsz, ha meg nem, akkor több bombát is spórolhatsz. A Super Secret Room-ba sosem rak be, szóval mindig a sima Secret Room-ba fog, de ezt a jó kártyának tartom, egyértelműen. A következő kártyám, The Sun, ami tulajdonképpen három kártya összegyúrva egybe. A The World kártya, tehát felfelé az egész térképet Secret Room-mal, nem a Super Secret Room ebben nincs benne. Meg a Campus Effect is ugye ugyanúgy hozzátartozik a World-höz, tehát nem csak fölfelé a térkép, hanem mégis mutatja, hogy mi hol van. Emellett mindenki sebez a szobában, tehát Death kártya, de annál erősebb, mert a Death csak 60 sebzést oszt le mindenkire, míg a Sun a 100-at, ami rengeteg. És harmadsorban meg föltölti a piros szíveidet maxra. Tehát egy full health pirula, tehát nem két kártya, nem három kártya, hanem két kártya és egy pirula összegyúrva. Nagyon-nagyon jó kártya, top 5, de lehet, hogy top 3, szerintem. Ez is tulajdonképpen mindig jól jön. Nagyon szeretem. Curse of Darkness-ben annak az effektjének, hogy felfedi a térképet, és megmutatja, hogy mi hol vannak, nincs nagyon jelentősége. De ilyenkor mérlegelni kell, hogy mikor a legérdemesebb eltúlni, melyik funkcióját érdemes a leginkább felhasználni. Ezzel is ugyanúgy lehet bagolni a challenge roomot, tehát ingyen challenge roomot is jelenthet akár, vagy megnézheted, hogy merre van a boss, vagy blood donation machine-nel többet szórakozhatsz blood bag reményében például, vagy hogyha van habited és d6-ed, akkor ez egy rakat újrarollolást jelenthet ez a számkártya, szóval sokféle felhasználási módja van, nagyon sok színű kártya, amúgy is, mert hát a Sun, tehát a napsugarak fölbontva prizmával az a szivárvány színeit adja, ami ugye ezt csak eszembe jutott. Tehát Sun kártya az nagyon-nagyon jó, és nagyon szeretem. Következő kártyánk a Judgment, ami egy Beggart rak le, egy kis koldus gyereket, ami ugye kétféle van, és 33% esélyed van arra, hogy démontán, illetve Devil Beggart rak le, ami ugye életerőt kér pénz helyett, viszont jobb itemeket is általában. Hát a Beggarokról nagyon nem beszéltem így rendes videók alatt, hogy a Beggarok hogy is működnek. A sima Beggar, tehát ami pénzt ad, annak 8 érme adás után mindenképpen kell adjon valamit. Ennek még sok jelentősége nincsen, mert 8 érme adomány után általában már az tárgyat is odaadja, vagy legalább 3 dolgot, de azért ezt jobb, hogyha megemlítem. A Devil Beggarnak pedig 25% esély van rá, hogy ad valamit minden egyes fél szív után, és 33,333% esély, hogyha van Lucky Footod. Még ami fontos lehet a Judgmentnél, nagyon-nagyon fontos, hogy hol rakod le, mert attól függően, hogy hol rakod le, olyan típusú itemet fog neked adni a Beggar. Tehát mondjuk a Curse Room-ba rakod le, és azon a szint végén esetleg Angel Room lenne, akkor egy Angel itemet fog neked adni, ahogy a Curse Room-ba tenni, hogyha item lenne benne. Hogyha ördögszoba lenne a szint végén, akkor ördög itemet adna, hogyha ördögszobában rakod le, ördög itemet ad. Ha boltba rakod le, akkor bolt itemet fog adni, mindig, újra generáláskor is. Tehát fontos a Judgment. Én nagyon szeretem megkapni a Judgmentet, de nagyon-nagyon csalódott vagyok, amikor a Devil Beggart rakja le, amikor van 80 centem, és alig várom,
hogy kapjak végre valamit. Például a Judgment akkor is nagyon jó, amikor anya szívfájt után meg, ugye megjelenik az ördög, illetve angyalszoba, de nincs ott semmi, meg csak egy csaportos sehova, de ott benne lerakod a baggárt, ugyanúgy ördög, illetve angyal itemet fogsz kapni, tök ingyen, pénzért. Vagy esetleg, hogyha devil baggár van, akkor életerőért. Tehát akkor szerezhetsz angyal itemet a Whoop 2-ben is akár, vagy ördög itemet. Nem nagyon mutattam ezt még be olyan nagyon sokszor videókban. Egy párszor azért már előfordult, nem mondom, hogy most már melyik részben. Nem mondom, hogy nézzétek vissza az összeset, valószínűleg a közeljövőben lesz majd rá példa, ha eszembe jut, úgyhogy inkább nézzétek a következő epizódokat. És az utolsó tarotkártyánk a The World, amiről már beszéltem. A számkártya kapcsán felfedi a mapot és megmutatja, hogy mi hol van Secret Room-mal együtt. Ha van treasure mapped és campused is, akkor használtalan a kártya, minden egyéb esetben szeretem megkapni. Illetve ha Curse of Darkness van a szinten, akkor arra a szintre is használtalan. Marad az öt playing cardunk, a piros hátlaposok. A Two of Clubs, ami a bombáidat duplázza. Ha nincs bombád, akkor szimplán ad kettőt. Ha egy bombád van, akkor is kettőt. Szóval ha egy bombád van, akkor érdemes megvárni, hogy kettő legyen inkább, és a következő, illetve ezekre a two of akármilyen kártyákra még jellemző az is logikusan azból, hogy mire jók, hogy minden egyes fölvett tárgy az adott dologból, amit ő dupláz, az kettőt jelent így tulajdonképpen. Tehát ha van egy two of clubs kártyád, és fölveszel két bombát, az tulajdonképpen négynek számít logikusan. A következő playing kártyánk a Draw Diamonds, ami a pénzedet duplázza, és itt is elmondható az, hogyha nincs pénzed, akkor ad 2 centet. És ugyanaz, mint a Draw Clubsnál is, minden egyes cent 2-t ér, egy nickel pedig egy diamond, diamond 20 centet. Draw Diamonds kártya esetén. A következő kártyánk a Draw Hearts, ami a aktuális piros szíveidet duplázza egészen a maximum életerőig. Ha fél piros szíved van, akkor kettőig tölti föl. De ez a kártya, illetve csak akkor, hogyha nyilván van kettő piros szív konténered legalább. Ez a kártya teljesen haszontalan Blue Wave-re. Ezt még mindenképp el kell mondanom. Tehát a Blue Wave-vel megkapod, megnyomod a kult, azt mész tovább, nem szórakozol. Most hagyunk ki egyet, menjünk az utolsó Two of kártyára, ez a Two of Spades, ami a kulcsaidat duplázza, ha nincs kulcsod, akkor ad kettőt. Az utolsó kártyánk pedig a Joker. Most a Jokert én nagyon szeretem általában. Sőt, ez azon kevés kártyák egyik, amit előfordul, hogy szisztematikusan keresek, szisztematikusan szeretném megkapni, mert a terveim vannak vele. Például tudom, hogy jó eséllyel angyalszobába fog rakni, mert ugye ez rakhat ördögszobába, illetve angyalszobába, attól függően, hogy mi jelenne meg a szint végén. És az ördögszobába rak, ugyanúgy lehet boss fight, illetve Krampus fight, mint normál esetben. És a Wum és Jutero 2-ben pedig ugyanúgy a sehol csaportos ördög, illetve angyalszobába fog rakni, mint rendesen. Tehát ez én nagyon-nagyon szeretem ezt a kártyát. És tényleg lehet vele taktikázni. Például bemész a bosshoz, nem pucoltad ki még a szintet. Ott az ördögszoba. Bemész. Mi van benn? Gapi feje, Gapi mancsa. Fölveszed mind a kettőt, de nincs D6 töltésed. Mondjuk, mert elcseszted. De van egy Joker kártyád. Fölveszed mind a kettőt, ott hagyod. Kijössz onnan, föltöltöd a D6-et, szépen megnyomod a Q-t, bemész, és újabb két ördög itemed lesz. Jó eséllyel Gapivá is tudsz változni ezzel. És még sok egyéb dologra is jó a Joker, úgyhogy a legjobb playing cardnak tartom. Mondjuk ez eléggé egyértelmű volt. A két Two of akár, illetve a négy Two of akár, meg a Joker közül, nyilván Joker lesz a legjobb. És ez így is van, teljes mértékben. Nos. Ez volt a második epizód, ez meg az című sorozatomból.
Köszönöm szépen a figyelmeteket. Most is azért elértük a fél órás epizódot. Még várható epizód ebből a sorozatból is, és lassan itt a 100. epizód. Remélem örültök neki, én már nagyon is nagyon várom. Ja igen, hogyha nem lett volna egyértelmű, ez nem az a sorozat, amit ígértem a 100. epizód megünneplésére. Az egy másik lesz, majd akkor. Ez csak úgy eszembe jutott ez a kis sorozat, meg javasolgattatok is pár kis ilyen tutoriál videószerűséget, úgyhogy mindenképp szükségét éreztem, hogy említsem ezt a kis miniszíriózt. Remélem, hogy sok hasznos infóval gazdagodtatok ma is a játékkal kapcsolatban. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Ha tetszett ez a rész is, rakjatok, hogy adjatok nekem egy lájkot. Ez motiválni fog, hogy folytassam ezt a sorozatot, illetve az egész csatornát. Viszlát a holnapi epizódban, és sziasztok!